Mindenek előtt köszönöm szépen, doktor úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És ez még csak a mondat első fele, mert a második fele az, hogy igazán őszintén a nézők nevében is gratulálok a From Pál emlékére, ez kitüntetéshez. Először azért mondjuk el, mert egyáltalán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy egyáltalán mióta van ez a gyönyörű szép kitüntetés. Másrészt pedig, amit én From Pálról tudok, az annyi, hogy 1840-45-ben kapta meg a katonaorvosi diplomáját, és aztán, amit még olvastam róla, Kossuth Lajos katonaorvosa is volt. Ugye így van ez az orvos történetben? Pontosan. Így van. Egész életében a közért cselekedett, az emberekért cselekedett, és a szabadságharc után is, mint orvos dolgozott természetesen. Na most igaz az, vagy pedig, ahogy mondani szokták, városi legenda itt az orvos történetben, hogy annak idején ugye nem nagyon voltak még bölcsődék, meg óvodák, kisdedóvó az volt, de ő tényleg az első bölcsődének is orvosa volt? Így van, alapított bölcsődét, így van. Hát akkor azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy a legkisebbektől, a bölcsisektől egészen a magasrangú katonákig és Kossuth Lajosig mindenkit kezelt. Így van, ezért egy megtisztelő ez a kitüntetés is, hiszen ilyen ősök tiszteletét kivívni az nagy dolog. Abban az időben, most én a 19. századra gondolok, igen, már annyira elkülönültek a szakterületek? Inkább úgy kérdezném, hogy talán nem annyira különültek el a szakterületek, mint mostanában, ugye? Hát igen, ez a specializálódás, ez inkább a mostani korra jellemző. Uh-huh. Akkor még inkább általánosok voltak az orvosok. Ugye most is használjuk ezt a kifejezést, de már ezeken belül rengetegféle speciális terület van. Viszont, és nem véletlenül kérdeztem én ezt, hogyha valaki házi orvos, akkor egy kicsit mindenhez kell érteni, nem? Így van, így van. Azt hiszem, mi vagyunk az utolsó ilyen mohikánok, akik ezen a területen így dolgoznak, hogy mindenhez kell kicsit érteni, valamihez még jobban is, és legalábbis azt tudni kell, hogy utána merre tovább, hogyan folyjon a betegeknek a vizsgálata, kezelése. Önnek mi a szakterülete? Én belgyógyász vagyok, szakvizsgám is, és házi orvostanból is tettem szakvizsgát, ami tulajdonképpen nagyon sok átfedés van a kettő között, hiszen hasonlóról van szó. Azt szokták ilyenkor kérdezni, hogy tulajdonképpen mi a jobb, a szakterületen dolgozni, vagy pedig házi orvosként dolgozni, de én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy a házi orvosok helyzete nem a legrózsásabb mostanában, egyfelől, másfelől pedig nagyon sok házi orvosi praxis üres. Ezt hogy látja ön így, belülről is, meg kívülről is? Hát mondjuk üres praxisok inkább vidéken vannak, igen, Budapesten, igen, ezzel nem kell számolni. Én nagyon szeretem ezt a hivatást, hiszen ez egy bizonyos szabadságot ad az embernek gyógyítás területén, és nagyon sokrétű munkát kell kifejteni. Hát, meg egy kicsit a házi orvos, legalábbis így emlékeim szerint, hát családtag is, mert a házi orvos nem csak a bébihez, a kisgyerekhez megy oda, hanem legalábbis nekem is van házi orvos ismerősöm, aki bizony 20-25 évig végig kísérte annak a gyereknek a sorsát. Így van, egész nemzedéket követ az ember, nemzedékeket követ tulajdonképpen, hiszen itt Pesten nálunk olyan kamaszkortól hozzánk tartoznak a betegek, és hát sokszor elkísérjük az életük minden szakaszán. Nem biztos, hogy ezt itt szám szerint meg lehet mondani, de hogyha visszakondol mondjuk 5 évvel ezelőttre, vagy a mostani időszakokra, nem is azt mondom én, hogy mikor volt könnyebb, hanem mikor volt több idő a betegekre, mert nagyon sok orvos panaszkodik azért, mert hát ugye itt élünk a 21. században, bemegy az ember egy orvosi rendelőbe, és akkor ott a számítógép, ott van minden, és akkor a doktor a körülbelül negyed annyit foglalkozik a beteggel, mint amennyi idő alatt le kell írni egy receptet, megkeresni, stb. Stb. Szóval a beteggel való kapcsolatot akarok én kilukadni, hogy a technika miatt ez most könnyebb vagy nehezebb? Hát könnyebb is, nehezebb is, az az igazság. Valóban nagyon sok adminisztrációval jár a munkánk, de meg kell találni azt a bizonyos időt, ami szükséges egy beteghez. Illetve tulajdonképpen az a legnehezebb, hogy megtalálni azt a pár beteget, akivel mélyebben, hosszabban kell foglalkozni, és megtalálni az okát, amiért fölkeresett minket.
Az adminisztráció az valóban nagy teher mindenkinek, azt hiszem, de viszont azért a számítástechnikának vannak előnyei is. Persze. Természetesen. Uh-huh. Úgyhogy... asszisztensnővel dolgozik? Hogyne, természetesen. Egyel dolgozom, de ő időnként ilyen tízkezű nővér, aki mindenben segítségére van az embernek tényleg. A másik dolog, amikor mindig előjön itt a technika, hogy nem válik személytelenni a dolog, természetesen pontosan azért, amit doktor úr elmondott, hogy segít is, meg hát egy kicsit azért jobban kell vigyázni. Mennyire, hogy is mondjam, csak finoman fogalmazva, mennyire lehet megélni a házi orvosi fizetésből, vagy a praxisból? Ez egy általános kérdésnek tűnik, igen, de megint csak azért mondom, mert a levegőben van, hogy nehéz praxist szerezni, főleg vidéken, vagy drága, vagy pedig millió más dolgot is kell csinálni az orvosnak. Hát én a kollégáim közül nem nagyon ismerek olyat, akinek nincs másodállása. Ez tehát az... sajnos kénytelenek vagyunk, nekem is van elvállalni, aminek vannak szintén előnyei, meg hátrányai. A valóban a praxis finanszírozás, ahogy most nevezik, igen, ez hát lehetne egy kicsit jobb is, ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy azért be lehet osztani ezt a pénzt, amit kapunk. Ez most nem egy politikai beszélgetés, mert ez a csatorna sem az, hanem egy békés, boldog sziget, igen, itt a politika tengerében, de hát azért nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy az utóbbi években mennyi orvos, milyen sokan mentek el külföldre. Én ismerek olyan doktort, aki felül a repülőre pénteken vagy szombaton reggel, kimegy Londonba, vagy a környékre, és visszajön hétfőn, és akkor azt mondja, hogy mert miért ne beszéljünk róla, hogy hétvégén annyit keres, mint itt egy két hét alatt, vagy három hét alatt. Szóval az orvosok elvándorlásához mit szól? Hát sajnos ez egy elég rossz dolognak tartom, az elvándorlást. Én azt hiszem, hogy azért az utóbbi években elég sok minden történt, ami ez ellen próbált tenni. Nekünk is azért a finanszírozásunk szép lassan, de azért emelkedik időnként. Nem sokkal, de valamivel. Bár nem követi az inflációt mindig. Az elvándorlással kapcsolatban talán most, ahogy hallottam én statisztikákat, hogy mintha ez csökkent volna, igen, a számuk, igen, az utóbbi időben. Hát az lenne az igazi, hogyha ez visszafordulna, tehát hogyha haza is jönnének a kollégák, akik kint vannak. Egyébként szándékosan nem csak a házi orvosi praxisról kérdezem, hanem tényleg néhány évtizedes tapasztalata van már. Hát most kórházban úgy tudom nem dolgozik most. Kórházban nem dolgozom, egy idősek otthonában dolgozom még. Hát de a kórházban, hogyha megnézzük, és erről jutott eszembe, hogy itt az orvosokról beszéltünk, hogy az egészségügyi dolgozók jó része, vagy az ápoló személyzet, ápolónöknek is elég nagy hányada megy el szintén a jobb kereset reményében külföldre dolgozni. Hozzánk pedig jönnek más országokból ápolónők, mert nekik meg itt a jobb. Szóval ez is egy furcsa folyamat. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a Magyarország problémája, hanem az egész Európai Unióé, hiszen amikor létrejött ez az unió, akkor lehet, hogy ezzel talán nem is számoltak annyira, hogy ez beindul ez a folyamat. Valóban hozzánk is érkeznek külföldről, de sokszor csak tranzitállomás vagyunk, tehát megy innen tovább nyugatra az illető, aki idejött. Külföldön voltam egy olyan kórházban, amit annak idején az 50-es években magyarok alapítottak, Svédországról van szó, és mind a mai napig tartják azt, erőt ott eszembe, hogy olyan az ápolónői gárda, hogy körülbelül 22 vagy 24 országból van ott egy-egy ápolónő, és miután ugye Európai Unió, mindenhonnan a világ minden tájáról szinte jönnek a betegek, mindenkivel anyanyelven tudnak beszélni. Igen. Azért ez egy nagyon jó dolog. Hát így van, ez nagyon fontos, hiszen a betegekkel való kapcsolat, felvétel azért az jó, hogyha a nyelvüket tudják a betegeknek. Na most beszéljünk egy kicsit önről is, mert már nem csak a praxisról, hanem arról, hogy azt szokták mondani, és nagyon sok ismerősöm van, aki azt mondja, hogy én orvos dinasztia tagja vagyok, mert nekem apám, nagyapám, stb., és apáról fiúra szállt szinte ez a hivatás. Az ön esetében mi a helyzet? Hogyan, miért lett orvos? Hát ez rám is elmondható valahol, hiszen édesapám is orvos volt, itt dolgozott a 7. kelet területén a Csengeri rendelőintézetben, fogorvos volt, és hát évtizedeken keresztül itt volt. A testvérem, nővérem, ő is itt dolgozott a Csengeri utcai rendelőben, ő szájsebészként, és hát
tulajdonképpen gyerekkoromban én ebben nőttem bele, hogy erről beszélgettünk, ezt taglalták otthon a szüleim is, és testvérem is, és hát nagyon sok minden, nekem ez teljesen természetes volt, hogy erről beszélünk, és ezt csináljuk. Mégsem lett fogorvos. Nem lettem fogorvos, bár nagy volt a csábítás, és édesapám sokszor elmondta, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha fogorvos lettem volna, de én azt gondolom, hogy ez így volt jó. Ő nem presszionált erre soha, csak úgy bemutatta. Volt, hogy asszisztáltam neki, és akkor bemutatta a szakma fortéjait, úgyhogy egy picit ahhoz is valamit értek. Jó tanuló volt? Már a gimiben, meg az egyetemen. Én azt gondolom, hogy jó tanuló voltam. Tulajdonképpen az egyetemen is végig gond nélkül tettem le a vizsgákat, tehát időben végeztem. És ha már én elkezdtem a szülőknél, nagyszülőknél, akkor a folytatás milyen? Hát a folytatásuk, két fiam van, ők nem orvosi területre kerültek, pedig hiszen a feleségem is orvos. Tehát ők is ezt hallották otthon, hát lehet, hogy pont az volt a probléma, de ők műszaki területen vannak inkább. De már nagyok? Nagyok, persze. Ha egy kicsit körülnézünk manapság, és ez igaza van a doktor úrnak, hogy nem csak magyar jelenség, hanem mindenhol, akár az Európai Unióban, egyre inkább és egyre többször szóba kerül a keleti orvoslás. És most már, hogy a kínaiakkal is kezdünk viszonylag jobban lenni, mint eddig, már dolgoznak itt néhányan kínai orvosok. Szándékosan nem azt mondom, hogy természetgyógyászok, mert ott a keleti orvoslásban ez a kettő nem válik el olyan élesen, mint amennyire nálunk, de valahogy ezzel kezdünk egy picit megbarátkozni. Most ezt azért hozom szóba, mert van, aki azt mondja, hogy a hagyományos vagy a tradicionális orvoslás ellensége sokszor annak, ami nem ez, de minthogyha ez a határ egy picit kezdene elmosódni. Én itt semmi ellenségeskedést nem érzek tulajdonképpen. Ami a probléma inkább az, hogy nagyon sokan, különösen az első időkben olyanok kerültek ide az országba, akik hát most Kóklerek. Nem akarom sarlatának nevezni, de szóval nem szakemberek voltak, az az igazság. Volt ebből sok probléma, és lehetett olvasni a sajtóban. De én azt gondolom, hogy azért ez most már tisztul a kép egy kicsit, és mindennek megvan a maga helye. Én azt gondolom, hogy ennek is megvan a maga helye, nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Nem szeretek én itt személyes dolgokkal előjönni, de azért egyetlen egyet elmondok, hogy ez néhány évvel ezelőtt egy televíziós forgatócsoporttal Thaiföldön forgattunk. Nyár volt, piszok meleg volt, 40 fok, 50 fok, és valami vírus, vagy nem tudom mi miatt, elég az hozzá, hogy egyik óráról a másikra 40 fokos lázam lett, de nem csak nekem, másoknak is, és akkor elvittek az ottani rendelőbe, ami úgy nézett ki, hogy patika mérlegen minden, szóval ahogy mondták, és akik láttak már svájci rendelőt, azt mondták, hogy ott is olyan, mint itt, és fordítva, és akkor bementem, ott ült egy nagyon kedves doktor, fiatal, meg egy asszisztensnő, és mondom neki, hogy lázam van, meg fáj a torkom. Azt mondja, jó, menjen oda, vetkőzzön le tetőtől talpig. Hát nem mondom, fáj a torkom, hát miért? Majd azt megmondjuk, tetőtől talpig, utána ától cettig innentől a talpa, míg minden, de a vérnyomástól kezdve, amit ott meg lehetett csinálni, végignéztek, és utána azt mondta az az orvos, hogy na most akkor menjen át a másik terembe, és ott majd kezelik, és megmondják, hogy mi legyen a torkával, meg mindennel. És még ott hügyeskedtünk, hogy minek kellett ez itt levetkőzni tetőtől talpig, és akkor mondták, hogy nem, mi megnézzük az egész testet, és aztán mi mondjuk meg, hogy majd utána hogy kezeljék. Most Magyarországon ez azt hiszem nem egészen így van még. Igen, hát sajnos sokszor az időszorítása miatt... Jó, ez hogy így volt? Hogy ez így történt? Odakint? Tetőtől talpig? Én azt gondolom, hogy jó. Én azt gondolom, hogy jó volt, hiszen mondjuk a mi esetünkben nem egy alkalommal találkozunk a betegekkel, hanem rendszerességgel, és azért egy idő után kiismerjük a betegségeiket. Az lenne az igazi, hogyha tényleg az embernek lenne elég ideje arra, hogy végigvizsgálja a beteget, amire azért valamennyire meg is kell teremteni. Tehát azért nem véletlen, hogy vannak a szűrővizsgálatok, persze, illetve hát az orvosi vizsgálat, mert nagyon sokszor a beteg nem is mondja el a panaszát, nem is tudja, hogy ez igazán panasz, és csak amikor rákérdez az ember, akkor derül ki, hogy ez problémát jelent. Még egy dolog van, és ez most tényleg a házi orvosi praxisra vonatkozhat, hogy el kell dönteni nyilván a határokon belül és a technikai felszereltségen belül a háziorvosnak, hogy mi az, amit én most itt rögtön meg tudok oldani,
és mi az, amivel elküldöm a szakrendelőbe, kórházba, ide-oda-amoda. De én legalábbis azt hiszem, hogy ez nem ennyire világos, körülhatárolható folyamat. Szóval arra akarok kilukadni, hogy a házi orvosnak nagyon is nagyon észnél kell lenni. Már bocsánat, hogy így fogalmazok. Igen, így van, és lehet, hogy az egyik betegnél ugyanaz a panasz nem jelent olyan nagy problémát, de én jól ismerem a beteget, ezért tudom, hogy ez nála, ez most komoly probléma. Tehát kell lépnem mindenképpen valamilyen irányba. Akkor ez csak zárójel. Körülbelül hány betege van, akikkel tényleg hosszú évek óta kapcsolatban van, mint házi orvos? Hát általában ilyen teljesen átlagos a praxisom, az olyan 1400-1350 körül van. De nagyra nyitottam a szemem. Budapesten ez az átlagos szám, vidéken sokkal nagyobb praxisok léteznek. És hát mondjuk azért ennek egy jelentős százaléka az, amelyik állandóan újra visszatér, tehát mondjuk mondhatjuk akár a felét, hogy az a ritkábban találkozik az ember, tehát főleg, hogyha behívom, vagy valami másért kerül oda, jogosítvány, egyéb ilyenek. Na, ott kapaszkodjam a szavaira. Ha behívom. Tulajdonképpen, és most nem az 1400 páciensre gondolok, hanem egyáltalán a rendszerre. Mindig maguktól jelentkeznek, ha valami bajuk van, vagy pedig van valamiféle továbbkísérése a betegnek, hogyha vagy ott van a számítógépben, hogy nem tudom, kontrollra az illetőt két hónap múlva hívnom kell, ha elfelejti, akkor is. Hát egyrészt számítástechnikailag ez kivitelezhető mindenképpen, és ez abszolút pozitívum a számítástechnikában. Másrészt nyilván vannak kötelező jellegű szűrővizsgálatok, amire az ember behívja a beteget, amik vagy bejön, vagy nem. Tehát igen, sajnos ez a hozzáállás nem mindig jó a betegeknél, mert sokszor elhanyagolják a dolgokat. Ilyenkor egy kicsit erőszakosabbnak kell lenni, presszionálni kell őket, és akkor előbb-utóbb azért csak becsaljuk a rendelőbe, és akkor... Akkor az államilag elhanyagolt dolog, hogy megszüntették, én még emlékszem, annak idején volt kötelező tüdőszűrés, és az most már nincs. Hát igen, ez sajnos nem egy jó dolog, ennek mi sem örülünk természetesen, hiszen ugye a TBC miatt kerül bevezetésre. És most megint hallom az eseteket. Egyrészt megint emelkedik, másrészt azért a daganatok diagnosztikájában ez nagyon fontos volt, ez a szűrés, rendszeres szűrés. Úgyhogy mi igyekszünk mindenkit elküldeni, tehát aki egyszer látom, hogy nem volt egy éve, két éve tüdőszűrésen, különösen ha dohányzik, akkor mindenképpen rábeszéljük, hogy menjen el. Azt szokták kérdezni, hogy doktor úr, nem tudok leszokni a dohányzásról, mit csináljak? Igen, egyre gyakrabban. Ez részben ugye financiális okai vannak. Tehát drága a cigaretta, így van. Másrészt pedig azért a propaganda az dolgozik, és próbáljuk lebeszélni mi is természetesen a betegeket, hát mindent bevetve. Nehéz ügy, nagyon nehéz ügy a dohányzás. Azt ismeri, mert ez közszájon forog már évtizedek óta, amikor beszélget az állatorvos, meg az emberorvos, és akkor kérdezi az állatorvos, hogy hát te hogyan gyógyítasz. Hát bejön a beteg a rendelőbe, megkérdezem, mi a panasza, és akkor elmondja, mire az állatorvos, ja, úgy könnyű. Így van, hát szóval azért ez nem egy, nem egy könnyű pálya. A másik, hogy például a házi orvosok hogyan követik nyomon, illetve hogyan véleményezik azt, amikor itt különféle járványokról mindenféle riasztó adatok jelennek meg. Én most nem az ebolára gondolok, hogy méreteit tekintve ez a világon milyen járvány, és arra sem, hogy minden halál, minden ilyen eset szörnyű. De hát szakemberek mondják, hogy itt meghaltak az ebola vírus fertőzésben 4000-5000-en, és akkor egy sima influenza járvány sokszorosát viszi el ennek. Vagy itt volt a madárinfluenza, stb. És arra jutott eszembe az egész, amit doktor mondott az előbb, jó értelemben, hogy a propaganda sokat segít, de a propaganda én szerintem, nem csak szerintem, sokszor árthat is. Hát árthat, de azért jelenleg én azt gondolom, hogy ezekre mindenképpen szükség van, mert például ugye az influenza járványra visszatérve. Mikor már hát, bevalljuk, hogy járvány van. Igen, az rendszeresen működik egy ilyen figyelő rendszer az ANTS keretein belül, hogy milyen szinten van ebben az évben az influenza, illetve más betegségnél, mondta a madárinfluenza például. Igen. Ugye oltást kellett csinálni, lehetett csinálni. Ebből is elég sok probléma volt, mert ilyen még akár politikai ügyet is csináltak belőle, bizony, ami abszolút helytelennek érzek, tehát azt mindenképpen azt mondanám, hogy ezt nem kéne.
Az oltással azért elég sok mindent meg lehet előzni, bár azt hiszem, hogy az influenza oltást egyre kevesebben kérik, én úgy látom az évek alatt, hogy igen, és egyre többen azt mondják, mert félnek, mert nem jó a felvilágosítás, és félnek, hogy akkor esetleg mégis elkapják, vagy mégse kapják meg, de itt én azt hiszem, minden ember más, mindenféleképpen. Hát ezt mindenkinek minden végig kell gondolni, így hát van, saját döntése. És ha önt megkérdezik, hogy doktor úr, beoltassam magam? Mit mond? Hát ez ismerni kell a beteget, tehát ja, hát azt tudni igaz. Kell, hogy milyen alapbetegségei vannak, mennyire fogékony esetleg a megbetegedésre, tehát vannak olyan betegeink, aki minden évben háromszor megjelennek ugyanúgy, novemberben, januárban és márciusban, tehát szinte törvényszerűen, azokat érdemes beoltani mindenképpen, tehát tudjuk, hogy ezzel valamivel lehet csökkenteni a veszélyét. Néhány évvel ezelőtt elég nagy hangsúlyt kapott a sajtóban, hogy tiltakoztak a kötelező védőoltások ellen, és akkor azt mondták a szülők, hogy ők nem engedik beoltani a gyerekeket, ebből mindenféle bajok lettek. Hát minden kornak nyilvánvalóan megvan a maga szükséges védőoltása. Szóval az, hogy az egyik ilyen vagy megszűnik, az nyilvánvalóan függ a mindenkori helyzettől. Emlékszem, gyerekkoromban mindig kaptunk tetanusz, meg dipertét, meg ilyeneket. És most azért kérdezem, hogy doktor úrnak mi a véleménye, hogy azok a szülők, akik ezt ellenezték mindenféle propaganda ügyek miatt, azok ellenezhetik, vagy ez nem egy jó dolog? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, azért hiszem, hogy ezt most nem fogjuk tudni megvitatni ezt a kérdést. Nyilván voltak ilyen vallási okokból, tiltották a dolgot a gyerekeiknél. Nagyon elég sok ilyen negatív propaganda is volt, pláne most az internet korában ez úgy terjednek, az hát nem túl okos dolgok, hogy így mondjam. Tehát most éppen a HPV körül volt egy ilyen nagy mizéria. A papillomvírus. Így van, igen. Vagy oltás. Igen, amiatt volt egy nagy ellenszél, vagy hogy mondjam, tehát nagyon nehéz kérdés ez, és én azt gondolom, hogy azért az embereket rá kell valahogy bírni arra, hogy legalább ezeket a kötelező védőoltásokat megkapja. A szabadon választott, az mindenki döntése, hogy kéri vagy nem. A rendelőkben, meg a kórházakban ott van a tábla az ajtón, hogy rendelési idő, délelőtt, ettől eddig, de én azt hiszem, hogy a házi orvosnál talán ez nem annyira szigorú, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy doktor úr, ha éppen szombat délután, vagy vasárnap, vagy nem tudom, nehogy Isten, valami sürgős esetben hajnalban van szükség a segítségre, hogy akkor nem enne. Hát ez így van, pontosan. Tehát végre nem mondom, hogy 24 órás a munkaidőnk, de nem 4 óra rendelés. Tehát az embernek ki kell menni akkor is, amikor nem biztos, hogy itt a munkaideje. Így végezetül az utolsó 1-2 percben, ha nincs, de ha van, ami úgy eszébe jut, amire azt szokták mondani, hogy sikertörténet, vagy amire azt tudja mondani, hogy hú, de jó, hogy oda küldtem ezt a beteget, vagy azért gyógyult meg, mert oda küldtem. Van ilyen? Nyilvánvalóan. Van ilyen. Épp a múltkor elmentem a Művészetek Palotájába, ilyen kórusfesztivál volt. Igen. A Csógorom ő énekel, és elmentem megnézni. És kiderült, hogy az egyik kórustag az én betegem. Ezt nem is tudtam. És hát a nővéremmel együtt voltam, a testvéremmel, és akkor a testvéremet ismerte, ez a kórustag, és kérdezte, hogy ki az, aki ott ül melletted. Azt mondja, ez az én házi orvosom, mondta nekem, meg az öcsém. Úgyhogy így megbeszélték, és akkor mondta, hogy hát ő nagyon hálás ezért, hogy én egyszer valamiért elküldtem őt valahova, most ez nem is annyira lényeges, és hogy ezzel kvázi megmenekült valami nagyon rossztól. Ezek olyan érdekes dolgok, hogy az emberi bárhol összefuthat betegekkel, találkozhat. Aha. Hát, doktor úr, mindenek előtt még egyszer, és tényleg a nézők nevében is sok szeretettel gratulálok a díjhoz, és ugye, hát már, hogy az elején is említette, Kossuth Lajos házi orvosáról, vagy katonaorvosáról elnevezett díjról van szó. Nagyon remélem, hogy sokáig még a betegek rendelkezésére áll, és miután orvossal ülök szemben, csak azt tudom mondani, hogy további jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy jött.